Többfordulós évfordulót tart az idei tanévben a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola. Az intézmény 70 éves, 40 éve indította el angol nyelvtagozatát, 30 évvel ezelőtt a testnevelés tagozatát. Az iskola egyébként a Magyar Vöröskereszt bázis iskolája is. Az intézmény 5 éve a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázis iskolája, így az iskolában kiemelt szerephez jutnak a Magyar Vöröskereszt tevékenységével kapcsolatos ismeretek. A gyerekek megtanulják, miért fontos másokon segíteni. Minden év novemberétől segítő akciót szerveznek, tartós élelmiszert gyűjtenek a rászoruló családoknak. A bemes diákok és szüleik minden évben jó szívvel adakoznak. 2014-ben újult meg az Epreskert utcai épület. Nyíregyháza saját forrásából és pályázati támogatásból korszerűsítette az iskolát. 125 millió forintból megtörtént a hőszigetelés, a barna külsőt zöld váltotta fel, kicserélték a nyílászárókat és korszerűsítették a fűtési rendszert is. Az energetikai felújítások mellett a tornacsarnok is modernebb lett. Az iskolában olyan fiatalokat nevelnek, akik rendelkeznek azokkal a képességekkel, amely az életben való boldoguláshoz szükséges, olyan ismereteket szeretnének átnyújtani számukra, amely tudással képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra, a kreatív gondolkodásra és más népek kultúrájának a befogadására. Ez az iskola pedagógiai szemléletének alappillére. Az igazgatóasszony a vendégem. Jó estét kívánok, Balogné Mester Évet köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. No, hát ez a mondat, amit itt a pedagógiai alapelvekből kiidéztünk, ezt így nagyon a fülünkben maradt, mondhatom ezt, hiszen emellett a pedagógiai szemlélet és munka mellett folyik tulajdonképpen három tag intézményben, még a BEM Epreskerti iskoláján kívül a tanítás, az oktatás, és hát azt a címet adtuk a beszélgetésnek, hogy többfordulós évforduló, mert hogy egy kicsit ugye ebbe benne van a testnevelés tagozat is, hogy több szörös jubileumot ünnepelnek ebben a tanévben. De akkor kezdjük az elején, hogy honnan indult el tulajdonképpen 70 évvel ezelőtt a BEM általános iskola. Így van, 70 éves az intézményünk, az államosításkor a református és a görögkatolikus egyháznak az összevonásából jött létre az akkori hármas számú állami általános iskola. Tehát ez volt az intézményünknek a neve. És 55 éve, akkor még a Kálvin téren három épületben tanítottak a kollégáink. Nagyon nagy volt az iskola létszáma, közel 1000 fő volt az iskolának a létszáma, és hozzá egy 30-as nagyságú pedagógus létszám. Tehát az egy áldatlan állapot is volt, de 55 évvel ezelőtt az iskolánk fölvette a BEM József nevet. És 55 éve, tehát ez a következő évfordulónk, ugye a 70 év, amikor állami általános iskola lett, 55 éve vettük fel BEM Józsefnek, a lengyel tábornoknak a nevét. És még más jubileumokat is tudnak ebben a tanévben ülni, mert hogy ugye az iskolának a profilja, és így hát nem van. Véletlenül idéztük az alapelveket, ugye, hogy milyen készségeket, vagy milyen készségek tanítására, oktatására fektetik a hangsúlyt, mert hogy ez végig az iskolának a profilja is maradt. Így van, 40 éve van angol nyelvtagozat az iskolánkban. Azt gondolom, hogy ez a 40, ez egy nagyon-nagyon szép szám. És 40 évvel ezelőtt elindult az angol nyelv tanítása nálunk. Első osztálytól kezdve tanítjuk a gyerekeket az angol nyelvre. Első osztályban nagyon játékos formában tanulnak a gyerekek. Második osztálytól kezdve ugye elkezdjük a komolyabb tanítást, de még mindig az alsó tagozatban a játékosság, a nyelv megszerettetése a célunk. Majd ötödik osztálytól lehetőség van a gyerekeknek heti 3, 4, 5, vagy ha szakkör formájában még tanulják, akkor heti 6 órában is az angol nyelv oktatására. És nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egy olyan jól kialakult rendszerben taníthatjuk az angol nyelvet, amely során 8. osztály után az előző évben például 26 gyerekünk tett nyelvvizsgát, középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből. Azt gondolom, hogy 8. után a gyerekeknek, az emelt szinten tanuló gyerekeknek a többségének sikerül a nyelvvizsga, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Az angol mellett a másik hagyományosan is vonzó szempont a szülőknél, amikor iskolát választanak, a testnevelés tagozat. Tehát aki célirányosan valamiben tehetséget lát, hogy a gyermeke azt tovább viheti valamelyik sportág, vagy valamelyik szakág területén, akkor a BEM-be fogja adni a gyereket. Igen, nálunk a sport az nagyon kiemelt, 30 éves, tehát ha jubilamoknál tartunk, akkor 30 éves a testnevelés tagozatunk. Ez azt jelenti, hogy 30 éve
mindennapos testnevelés van az intézményünkben. Megvannak hozzá a feltételeink, tehát a tornacsarnokunk, ahol egyszerre akár 5 osztály is tud testnevelés órát tartani, illetve megvannak hozzá a szakembereink, és megvan hozzá az a múltunk, ami a röplabda és kézilabda utánpótlás nevelésben azt hiszem, hogy olyan neveket adott nekünk, akik az élsportban is kiválóak, de nem csak a röplabdát, kézilabdát mondhatnám, hanem korábban a játékos sportversenyeket is, hiszen ott is gyönyörű eredményeket értünk el, illetve egyéni sportágakban is szép eredményeket érnek el a tanulóink. Úgyhogy ezt most is kiemelt feladatként tartjuk. Nagyon fontos számunkra a sport mellett az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testmozgásnak a megszerettetése, a környezetünk védelme, és ezért most például ettől az évtől az ökoiskola programba is bekapcsolódunk, pont azért, hogy ez nagyon szorosan összetartozik az egészségvédelemmel, az egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel. És ezért a következő jubileumunk még az 5 éves Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája évfordulónk is, hiszen 5 éve kaptuk meg ezt a megtisztelő címet, hogy bázisiskola lehetünk az eddigi tevékenységeink alapján. Manapság én azt gondolom, hogy most már kritérium és elvárás és a minőségi oktatásnak a feltétele, hogy ennyi mindent tudjon kínálni egy iskola a diákoknak, tanulóknak, a szülőknek. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, mindemellett, amit elmondtam, hogy szeressenek a gyerekeink iskolába járni. Mert én azt gondolom, hogy ha azt látjuk a gyerekeken, hogy kiegyensúlyozottak, örömmel jönnek az iskolába, nem megterhelő számukra, hogy iskolába kell jönni, akkor sokkal jobb a teljesítményük. És éppen ezért 2 évvel ezelőtt bekapcsolódtunk még a Boldog Iskola programba is, tehát gyakorlatilag a Boldog Iskola programot is csináljuk, hiszen ez tudományosan bebizonyított tény, hogy a boldog embereknek sokkal jobb a teljesítménye. És hát mi ezt az elvet valljuk, hogyha örömmel jönnek, és örömmel vannak ott, akkor jobb lesz a teljesítményük a gyerekeknek. Igyekszünk, hogy egy olyan barátságos környezetet alakítsunk ki a gyerekek számára, egy olyan befogadó közeget, hogy abban a teljesítményük is egyre jobb lehessen. Természetesen. Amikor mi megkérdezzük általában az iskolákat, hogy úgy tanév elején, hogy hány első osztályt indítanak, vagy talán még egy picit előtte, már úgy a beiratkozások idején, akkor általában szokták mondani, hogy 2. Itt pedig 3 első osztály is el tud indulni általában. Hát reményeink szerint igen. Az a jellemző nálunk, most jelen pillanatban 25 osztályon működik a BEM-ben, közel 700 gyerek. Az első évfolyamon most 3 első osztályunk van, második évfolyamon 4 első osztályunk van. Most az elkövetkezendő tanévben 3 első osztályt szeretnénk indítani, hiszen ennyi az iskolánknak a kapacitása, és hát nagyon örülünk annak, hogyha sokan érdeklődnek a mi iskolánk iránt, és szeretnénk is megmutatni mindazt, amit csinálunk, és éppen ezért december 1-én pénteken nagyon nagy szeretettel várnánk a szülőket és a gyerekeket, a leendő első osztályosokat. 13:30-tól egy vers és mesemondó versenyt szerveznénk a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy minden gyerek nyer akkor, hogyha eljön, tehát minden gyerek nyertes. Illetve 13:30-tól szeretnénk már egy picit a mikulásvárás, a karácsony, az ünnepi hangulat, így van, az adventi hangulat jegyében foglalkozásokat tartani a gyerekeknek. Igazgatóasszony, még csak egy kérdés röviden, a távlati cél az iskolában, hiszen minden iskolának van rövid távú, egy picit hosszabb távú fejlesztési elképzelése. Mi lesz a következő lépés a BEM iskolában, a következő fejlesztés? Mindenképpen szeretnénk olyan új módszereket bevezetni, amelyek a mai kor, tehát folyamatban van, tehát a kollégák folyamatosan képzik magukat, próbálunk egyre a mai kor kihívásainak megfelelően olyan módszereket használni, amelyekkel a mai kor gyerekét a legjobban meg lehet fogni. Ebben egy picit a digitális dolgok is benne vannak, ahogy kiérzem a szavaimban. Így van, a digitális dolgok, illetve nagy törekvésünk az ugye, hogy a gyerekeknek tehát a Boldog Iskola programba bekapcsolódva a gyerekeknek a hozzáállását, az életszemléletét úgy formálni, hogy egy céltudatos, okos és olyan felnőtté váljanak, akik megállják a helyüket a 21-22. Században. Köszönjük szépen, igazgató asszony, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.